A kiválasztottak titkos tudása második és harmadik része már megrendelhető a szárazgyörgy.hu oldalon. Száraz György munkáit és programjait megtalálod a www.szárazgyörgy.hu oldalon. Boldog napot, szeretettel köszöntök mindenkit! A mai alkalommal egy új előadás sorozatot indítunk útjára. Indítunk, mert hát ti is nyilvánvalóan részt vesztek benne. Ha más nem, akkor majd a nevetésetekkel, bár ez a téma önmagában annyira nem kimondottan a tréfás kategóriába tartozik. Ugye túl vagyunk egy hermetikus kurzuson, aki részt vett rajta részben vagy egészben, az tudja, hogy azért ez egy igen hosszú, kimerítő, szerintem több mint két évig tartó kurzus volt, és nem mondanám azt, hogy 100%-ig lezártuk, azt mondanám, hogy most kicsit jegeljük, mindenki, aki úgy érzi, emészze meg, és dolgozza fel, tegyünk 3 pontot, és utána majd természetesen visszatérhetünk, nem csak arra a korpuszra, vagyis szöveggyűjteményre, hanem természetszerűleg majd lehet folytatni azt, hiszen van annak folytatása is. Most azonban megnyílik egy új korszak. 2022 az nem csak a Young Viz Tigris éve, hanem egy 12 éves új korszaknak is, pont ezen apropóból kifolyólag a nyitánya, és ha már Kína, akkor kicsit mellélőve, de Ázsiában maradva, kicsit India. Még inkább az O-Ind szakralitás, tehát az az ős hagyomány kerül most terítékre, amelyet Mahabharatának hívunk, és azon belül is a Bhagavad Gita-val fogunk foglalkozni. Majd igyekszem minden egyes szanszkrit kifejezést lefordítani és megmagyarázni, tehát reményeim szerint nem lesznek sötét vagy éppen fehér foltok. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontosnak tartottam azt, hogy legyen egy ilyen bevezető előadás. Senki ne ijedjen meg, mert a bevezető előadás az nem arról szól, hogy sok-sok rizsát fogtok hallani, hanem arról fog szólni, amit tulajdonképpen a hermetikával kapcsolatban is most én egyébként szerettem volna. Ugye a hermetika kapcsán az volt az elképzelésem, hogy miután befejezzük a teljes szöveggyűjtemény elemzését, lényegében visszatérünk az elejére, és újra elkezdjük, pontosan azért, hogy most már, hogy tudjuk a fő principiumokat, vajon milyen olvasatba, milyen fénytörésbe kerülne az eddigi tudásunk. Mert hát nyilvánvalóan, amikor másodszorra olvasol egy könyvet, egy regényt, vagy valamilyen szent iratot, akkor már azért egy csomó mindent másképpen értelmezel. A jó könyveket egyébként is érdemes időről időre, évente, két évente, három évente egyszer újraolvasni, mást ad, ugye? Tapasztaltátok már ti is. Na erre gondoltam, de még azt hagyjuk egy kicsit emészteni, vagy emésztődni. Ugyanakkor okulván abból a bizonyos kis szellemi műhelyünkből arra gondoltam, hogy most az elején én megkísérlem nagyjából képbe helyezni a kedves hallgatóságot, Bhagavad Gita ügyileg, tehát megadni azokat a legfontosabb kulcsokat, szempontokat. Természetesen nagyon sok poén nem fog lelőni, de egyrészt szeretném, hogyha már a következő alkalomtól nagyon értő módon tudnátok az első fejezet első sorától kezdve figyelni, tehát mint a Terminátor, ami ugye letapogatja a különböző testrészeket, akkor ennek a korpusznak is a kis testrészét letapogatnátok, és nem pedig teljesen szűz talajra hullanának ezek a bizonyos információk. Bár lehet, hogy a jelenlévők közül néhányan már olvasták a Bhagavad Gita-t. Akkor hagyd kérdezzem most meg, csak röviden egy készfeltartással, egy ilyen némak is. Ki az, aki olvasta a Bhagavad Gita-t? Ki az, aki egy fordítást olvasott, nyilván kettőt, hármat, eredetiben? És ki írta? Jó, oké, rendben. Akkor, majd egyébként, ha nem felejtitek el, a végén elmondom, hogy ki írta, de mert ez nem fog elhangozni a mai adásban, és ez nincs leírva a Földön egyébként, hogy ki írta a Bhagavad Gita-t, de ha nem felejtitek el a végén, akkor természetesen megválaszolom ezt a kérdést. Ami nagyon érdekes még, és szerettem volna egy előjáróban elmondani, az az, hogy bármi, ami
menet közben eszetekbe jut, felvetődik, akár egy szó, amit csak fonetikusan leírtok, mert nem is biztos, hogy minden szót majd fogunk érteni egyből, tegyétek meg, hogy papírra vetitek, és utána, amikor eljön a kérdezés lehetősége, akkor felteszitek, ha nem most, akkor a következő alkalommal. Tehát ne maradjon ki semmi, jó? Mert ha nem tudok rá választani, akkor majd utána nézek én is. Én is nagyon sokszor átrágtam magamat ezen a szövegen, és pontosan tudom azt, hogy természetesen elolvasva nagyon sok kommentárt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok jó dolog van ezzel kapcsolatban közkézen, de nekem nagyon is más bizonyos helyekkel kapcsolatban, tehát versekkel, versrészletekkel, szavakkal, vagy éppen filozófiai mondani valóval kapcsolatban, én azt másképpen tanultam, mint ahogy le van írva, és emiatt aztán jónak tartom, hogyha kiegészítjük, tehát nem korrigálunk mi semmit, nem helyesbítünk mi semmit, mi nem adunk tüzet a sárkánynak, csak egyszerűen elmondom, hogy egy picit más a transzcendentális tudás, más kútfői szerint, más forrásai szerint, hogyan értelmezhető még a meglévőeken kívül. Egyébként majd fogjátok tapasztalni, hogy ahány iskola, annyiféle értelmezési mód. Ezen persze ti nem lepődtök meg, de azért szeretném, hogyha ma nagyon képbe kerülnétek, és ezért azokat a, én szerintem alapinformációkat, amelyek egyébként egy, tulajdonképpen egy kulturális körképnek is tekinthető, na de spirituális körképnek, szeretném most megejteni, és rögtön az elején, mert nekem már hiányérzetem van, mondom, hogy bizonyos részekre nem fogunk tudni kitérni. Tehát amivel nem fogunk foglalkozni, legfeljebb csak így névlegesen említem majd az a buddhizmus, noha megismerhető, és nagyon is méltóra is imádom a buddhizmus, de azzal egyáltalán nem fogunk foglalkozni, pedig azért lehetne, mert akkor nagyon-nagyon terjengőssé válna ez az egész előadás. Illetve bizonyos iskolákat csak ilyen néhány mondatban összefoglalva fogok említeni, pontosan azért, mert egy-egy iskola ugye több száz vagy több ezer éves tradíció rendelkezik, tehát nem olyan egyszerű azért ezeket így summázni. Ugyanakkor mégis igyekszem az egyetemes részére fókuszálni, és egy csomó, tehát rengeteg olyan információt adni, ami majd később vissza fog köszönni a Bhagavad Gita-ban, jó? Tehát aminek haszna van, olyat próbáltam végül is összeállítani. Miért? Mert először úgy voltam vele, hogy vágjunk a közepébe. Kezdjük el, ugyanezt csináltam a papnőkkel is, leültem. Na mondom, olvassuk sorról sorra, és akkor nézzük meg, hogy mit üzene számunkra, mit tanít számunkra, milyen bölcsességet közvetít ez nekünk. És rájöttem arra, hogy nagyon-nagyon sok mindent bizony, előképzettség híján nem lehet, bocsánat, nem lehet értelmezni. Nem jössz rá. Nem kitalálható, mert nagyon sok jelentés rétege van egy-egy szövegnek. És ezért arra gondoltam, hogy akkor most nektek ezt megspóroljuk, tehát nem később fogunk órákon keresztül állandóan ilyen lábjegyzeteket meg kiegészítő szövegeket hozzáfűzni, hanem most az elején a nagy részét letudjuk, és később már csak lehet hivatkozni, és pont. Jó, Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita számtalan kiadást tudhat már magáinak. Nagyon sokan azt hiszik róla tévesen, hogy ez egy önálló könyv. Megjegyzem, hogyha már itt ül valaki, Szai Baba is kiadott egy ilyet, most jut eszembe. Tehát, hogy külön. De a Bhagavad Gita az nem kiragadható abból a gigantikus méretű eposzból, aminek ő egy icike-picike töredékét képezi. Rendben? Ezt talán nem tudtátok. A nagy eposzt úgy hívják, hogy Mahabharata. Ez egy szanszkrit történelmi eposz, és éppen ezért szeretném vele kezdeni, mert ha ezt nem ismered, el fogom mondani a háttér történetét, egyébként nem könnyű, mert a világirodalom leghosszabb műve. Tehát, hogyha valaki elkezdeni olvasgatni, akkor nagyon-nagyon-nagyon hosszú időt kellene rászánnia, de nem is ezzel akarok én foglalkozni, hanem a jelentésével. Ugye Mahabharata, ez egy összetett szó. És ha lefordítjuk, azt jelenti, hogy Bharata leszármazottjainak nagy küzdelme. Vagy Bharata nagy nemzetségének harca. És akkor ezt még lehet ragozni, hogyha nagyon szeretnétek. Feltételezhetően minimum 3000 éves múltra tekint vissza, tehát ősinek hívhatjuk. Erre később vissza fogunk térni.
ma a hinduizmus, ami igaziból európai számára hinduizmus, az indiaiak számára nem igazán, ők nem is nagyon használják tudtommal ezt a szót, hogy hindu. Most jut eszembe, hogy elmeséljem nektek, hogy a hindu szó honnan ered. Tudjuk esetleg, hogy honnan ered a hindu szó? Természetesen nem Indiából ered. Furcsa, nem? Hogy így nevezik őket, de nem tőlük ered. Amikor a mohamedán hódítók, tehát a muszlim hódítók, hogy pontos legyek, megérkeztek ugye a mai Pakisztánon keresztül Indiába, akkor ott volt egy folyó, van is most is, úgy hívják, hogy Indus. És ők hindusoknak nevezték az ott élőket, tehát innen jön a hindu kifejezés. Egyébként, hogy megválaszoljam a saját kérdésemet is, ez egy kulcskérdés, és ezt illik megjegyezni minden kezdő vallásfilozófusnak és spirituális gondolkodónak és igazságkeresőnek, Sanatana Dharma. Ez az ő eredeti becsületes neve, tehát Sanatana Dharma. Jó? Az örök rend, az örök törvény. Rendben? Tehát így hívják azt a fajta hatalmas tradíciót, amit mi ilyen lazán ó-ind hagyománynak, még lazábban hinduizmusnak hívunk, de ezek már mind szűkítő kategóriák, mert a hinduizmuson kívül ott van a buddhizmus is, és az is ugyanabból nőtt ki, tehát ezért mondtam, hogy nagyon-nagyon sok elágazása van, de tehát elindulunk a nagy folyók mentén, megnézzük a kis patakokat, hogy honnan erednek, és eljutunk a forrásig, akkor a Sanatana Dharma lesz a földi forrás, az utolsó, amit még itt megtalálunk, a többi már transzcendentális, tehát ott már ne keresgéljük itt a könyvetben megítottunk.